A város első állandó híradós műhelye Hevesi Sándorhoz, a település két világháború közötti főmérnökéhez köthető, aki 1930 és 1939 között kamerájával nagyon sok helyi eseményt megörökített, és az akkori kaszinóban, a mai Kepes központban nyilvános filmvetítéseket is tartott. Ezek még feliratos, néma filmhíradók voltak. Igen. Igen. Kicsit karcos, de a miénk. Hát igen. Közösségi tévé. Úristen, még ez volt a neve. Bizony. Még nem BTV, meg nem TV, igen, hanem KTV volt. Igen. Ezzel indultunk. Ez egy jó estét kívánok, kedves lakótársak! Ugrunk az időben. 1988. február 1. hétfő, 18 óra 1 perc. Ekkor indult a városi televízió első kísérleti adása, ami csak kábelen volt elérhető. Kezdetben havonta egyszer a hétfői országos televíziós szünnapon jelentkeztek új műsorokkal. Jónás Zoltánnal, a KTV Eger akkori vezetőjével elevenítettük fel a kezdeteket. Működött az országban kb. 25. városi tévé akkoriban. Tehát már 80-as évek végén volt. Már akkor működtek, én a Zömét végiglátogattam, mikor elkezdtem ezt a munkát. És hát ez egy külön varázs volt. Tehát ez egy az újságírásban is egy nagyon-nagyon külön műfaj volt, hogy élőben jelen lenni. Az első hónapokban a műszaki vezető Varga Endre lakásán helyezték el a technikát, és a műsorokat is itt állították össze. Fél évvel később költözött át a tévé a Garzonház földszintjére, 1996-ban pedig a jelenlegi helyére, a Törvényház utca 15 szám alá. A szerkesztői stáb Zömét akkoriban helyi újságírók alkották. Már az első hónap után felkérte a Magyar Televízió az egrieket, hogy készítsenek anyagokat az országos műsorokba is, mint például az Ablakba, vagy éppen a Telesportba. Mindez nem változott. A TV Eger most is állandó partnere az országos csatornáknak. Ebben az is közrejátszott, hogy a vidéki televíziók közül elsőként Egerben 1998-ban tértek át a napi híradók gyártására. A technika, a műsorkészítők személye változik, a feladat viszont ugyanaz, mint 30 éve. Szeretnénk jó társbérlők lenni, osztozni örömeikben és gondjaikban, beavatni a nagyobb család a város életének eseményeibe.